sokan eljönnek, a boldogság küszöbön áll. Sugárzó arccal sóhajtanak minket, óhajtanak bajtás, rákba szerelem vár. A mai este egy másik darabbal is bemutatkozik a Pódium Színház, itt nálunk a Csukás Színházban. Az egyik szereplőt kérdezem, hogy mi is ez a darab? A címe Charlie nénye, és én pedig a címszereplőt játszom, én leszek a Charlie nénye, aki beöltözik nem a valódi, hanem az álnéni. Ez nagyon érdekes, én úgy tudom, hogy az eredeti darabban nem így van, jól tudom? Én már csak ezzel a feldolgozással találkoztam, és elméletileg úgy is ismerem, hogy itt történik egy csere. Tehát az összes félreértés alapja a darabban, illetve az összes komikum alapja egy csere, egy férfi beöltözve nőnek. Hogy találta meg ez a szerep? Már a társulatnál voltam, már a Pódium Színháznál voltam, amikor is felkértek, hogy álljak be. Ez egy beugrás volt. Eredetileg Brody Norbert volt a főszereplője ennek a darabnak, és az ő helyére álltam be. Körülbelül 2 éve, és azóta váltva játszok ezt a szerepet. Mióta van színen a darab? Most már, azt hiszem, a megalakulás óta, tehát körülbelül 8 éve. Fut ez folyamatosan, évről évre változó eladott számban, de folyamatosan fönnmaradt. Hogyan jött létre? Milyen volt az alkotó folyamat, a próbák, hogyha egy picit beavatná a nézőket ebbe? Sajnos az alappróbákban én már nem láttam bele. Azt tudom, hogy nagy nevek tették le a színpadra ezt annó, és én, amikor váltam, hát mondhatni a harmadgenerációs kör vagyok, akik ezt a szerepet megkapták, illetve úgy az egész társulatot tekintve, akik játsszák most ezt a darabot. Úgy tudom, hogy sokféle darabban játszik, hogyha elárulná nekünk, hogy melyek ezek a darabok, és talán látjuk még egy harmadik darabban is, hisz augusztusban is vendégünk lesz a Pódium Színház. Így igaz, voltam is már itt korábban Ludas Matyi szerepében, a mai napon láthattak a nézők itt az Okoslány című előadásunkban. Ott nem tudom megnevezni a szerepet, ott vásári komédiaszerűen váltogatva van, igazából percről percre, hogy éppen kit játszik az ember a színpadon, illetve az Édes Alkony című darabbal jövünk majd, mint említette, augusztusban, ott pedig egy orvost fogok alakítani. Kicsit térjünk vissza a mai előadásra, a Charlie nénjére. Ha röviden, pár mondatban összefoglalná, hogy miről is szól ez a híres, nevezetes darab? Nos, van 2 fiatal Oxfordban, az egyetemen tanulnak, és szerelmesek lesznek 2 szintén itt tanuló leányzóba. Megpróbálnak a közelükbe kerülni, de hát ugye az akkori idők szabályai szerint csak egy garde dame, egy kíséret mellett tehetik ezt meg. És éppen kapóra jön, hogy az egyik fiú, Charlie nagynénje megérkezik hozzájuk látogatóba, ám amikor is létrejönne ez a találkozó, ez a randevú a lányokkal, akkor kapnak egy sürgönyt, hogy a néni késik, nem érkezik meg. Így jön a képbe a harmadik fiú, a legjobb barátjuk Beverly, aki éppen egy jelmezversenyre készül, így beöltözik Wayne Bábinak és helyettesíti a hölgyet. Innentől pedig jönnek a bonyodalmak. Kiknek ajánlja a darabot? Nos, mindenképpen a felnőtteknek, felnőtt korosztálynak, bár azt mondhatom, hogy 10-14 éves kortól fölfelé már abszolút élvezhető. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a továbbiakban és a ma esti darabhoz is. Nagyon szépen köszönöm.